pályán több mint 20 olimpiai világbajnoki és egyéb más kontinentális aranyérem tulajdonosával, a jamaikai Benega Campbell Brownnal. De haladjunk sorrendben, az egyes pályán Keisha Lawson fut majd, 11.06 az idei legjobb eredmény, ez az egyén csúcsa a Keisha Lawsonnak, nem lesz ott a világbajnokságon. Ivette Lalova valószínűleg igen, hiszen ő olimpiai negyedik volt 2004-ben, Athénben 105. 200-on, 2012-ben pedig Európa bajnokságot nyert Helsinki-ben. Az idei amerikai bajnokság negyedik helyezettje Kellen Whitley fut majd, a junior világbajnok volt 2014-ben 200-on és 3. 100-on. És akkor itt van a verseny egyik legnagyobb sztárja, felsorolni is nagyon nehéz, mert 2000-ben az ifi világbajnokságon duplázított, azóta senkinek nem sikerült korosztályban a hölgyeknél. 28 döntőt vívott meg veretlenül, ez 42 versenyt jelent, egészen elképesztő olimpiai és világbajnok, egyébként nem mellesleg 200 méteren, 100-on pedig vannak világban és olimpiai ezüst és bronzérmei. A legnagyobb ellenfele lehet Tiana Bartoletta, hiszen a Madison néven vált ismerté, és a felepás világbajnok még 2006-ban támolugrásban, idén 5. volt a világbajnokságon. Berega Campbell Brown mellett fut majd a hatoson, Charonda Williams, aztán Jessica Young, ugyancsak az Egyesült Államokból, és a nyolcason fut majd a 2010-es Afrika bajnokság 7. helyezettje 200 méteren, Karina Horn. De azt gondolom, hogy az idei forma alapján azért Veronica Campbell Brownnak nem lesz könnyű dolga. Nincs 11 másodpercen, ebben a mezőnyben idén csak Tiana Bartoletta futott. Ő a 2012-es londoni 100-as döntőben, olimpiai döntőben a 4. helyen végzett. Idén 5. volt az amerikai bajnokságon, tehát váltóban mindenképpen ott lesz majd Pekingben. Veronica Campbell Brown tehát, aki most megpróbál 11 másodperc alá kerülni. Picit szembeszél van még mindig. Aztán nem biztos, hogy segíthet ezen az eredményen, de nézzük. A 4-es és az 5-ös pálya. Szépen eljönnek, és nem is rajtól rosszul. Veronica Campbell Brown a 4-esen, sőt vezet, de jön aztán Bartoletta, és Veronica Campbell Brown utcahosszal fogja megnyerni ezt a versenyt. Bizony-bizony ott van, 11-0-0! Hát, eddig mindig 1-2 század benne volt, mínuszba. Lehet, hogy ez egy kicsit jobb lesz majd, meglátjuk. 11-0-4 után 11-0-0. Tudatosítja a mezőny, nem mellesleges verseny van. És az biztos, hogy ez az idei legjobb eredménye. 10-99! Bizony! 10-99, kérem szépen, a hölgyeknél is sikerül átdönteni a bűvös határt. 10-99-el tehát idei legjobbjával Veronica Campbell Brown, mínusz 1,2 méter, persze egy igazi nagy, szenzációs eredményre, de miután elveszik majd a táblát, hallgassuk meg Márton Anitát.